20 Stück. Ünneplő sereg, hisz számot úgysem vétek hagyja el, szólni bátran merek. Midőn elindulunk, most a templomba, férj-feleség lesztek, szent fogadalomba. A ház népét arra kérem szépen, fogadják őt illő vendégképpen. Igaz, hogy idekint, tágasabb, mint bévül, de kedves minnyájuk vele majd megbékül. Fogadják el őtet olyannak, amilyen, bohókás ifjú ember, ő már csak ilyen. Dehogy a szavamat a végére fogjam, induljunk a mennyegzőre párosával sorban. Igen. Tessék. Thank you.
Szükséges tár. Önök most azzal a szándékkal jelentek meg előttem, mint Gyöcsörényház község anyakönyv vezetője előtt, hogy kijelentsék, hogy egymással házasságot kívánnak kötni. Éppen ezért először a mennyasszony, majd az ő legényt kérdezem, és kérem, hogy kérdésemre jól érthetően válaszolni különbségére. Kérem a kedves vendégeket, állva hallgassák meg az esküvőt. Zsolt Edina Andrea, hogy az itt jelenlévő Bot Attilával házasságot kíván kötni. Kijelenti ön, Bot Attila, hogy az itt jelenlévő Zsolt Edina Andreával házasságot kíván kötni. Igen. Köszönöm. Én, mint Gyöcsörényház község anyakönyvvezetője, az előttem és a jelenlévő két tanulmányozott egybehangzó kijelentésük alapján önöket a magyar családjogi törvény alapján házasságot kíván kötni. Kérem, írjátok alá a házasság anyakönyvet. Hosszú idő óta nektek boldogsággal tervezgettétek a mai napot, életetek jelentős állomását, házasságkötésetek napját. Most beírtátok neveteket az anyakönyvételet házassági anyakönyvébe, és elindultok, mint fér és feleség, egy boldog házas élet útján, szeretettől teljes hónapok és hosszú évek felé. Az első kívánság, amit mondok nektek, az az, hogy a ma szívetekben ülő szerelem legyen hosszantartó, és változzon majd át még megvonhatatlan szeretetté. Jóban, rosszban, egymás felét fogva éljétek nyugodt, békében dolgos életeteket.
kedvesít viházas pár. Ezekben az ünnepélyes pillanatokban gondoljatok hálás szeretettel szüleitekre, akik felneveltek benneteket. Ők a mai napig és ezután féltő gonddal vigyáznak magukat. Ne szakadjatok el tőlük soha. Szeressétek őket akkor is, ha a munkaeszköz kívül is majd a fejlődő. És szeretetetek, tiszteletetek jelölni, hogy köszönjük életeket világban. Elfelejtenetek a sok szült gyermekkori emléket, amely a szülőházban születtek. A testvéreket a jövőben is a szeretet és a megbecsülés fogja össze. Becsüljetek meg mindenkit, aki körülöttetek élnek. A kedves szülőket arra kérem, hogy fogadják a gyermeki házastársát családjukban. Kedves ifjú házastár! Egymáshoz tartozásokat szépen kifejezi a jegygyűrű, melyet viseltek. A későbbiekben ne úgy tekintsetek rá, mint ami már egy múltbeli megtörtént eseményt emlékeztet, hanem egy olyan közös jelre, amely ma is kötelez, és a mindenkori holnapra is van. A jegygyűrű zárt kört mutat. Legyen életetek is, hogy végtelenül boldog, mint a gyűrű, melynek nincs elje és nincs végpontja. Engedjétek meg, hogy az életútban előttünk járók nevében egy üzenetet adjak át nektek. Sok szomorúsággal, sóhajjal fátyolódott pillanatot lehetne boldogabbá, emberileg tartalmasabbá tenni, ha a házastársak megértenék azt, hogy nem elég házastársuk mellett élni, nem elég csak vele élni. Érte kell élni, érte kell tervezni, és az örömök forrásait érte kell páratlanul kutatni. Az élet nagy lehetőségeket biztosít mindenki számára. Éppen ezért úgy gazdálkodjatok az évekkel, idővel, hogy gondolatban, akarásban és cselekvésben egyaránt harmonikus, kiegyensúlyozott családi életet éljetek. Tartós egymás mellett éléseket biztosíték az egymás iránti szeretetetek, amely a belső hang a szív parancsára most azt diktálja, hogy az út az öröm, a szépség, a boldogság jegyében teljen, megőrizve az eddigi fiatal élet minden élményét, emlékeit. Kedves ifjú házaspár! Szűk és gondtalan házas életetekben is eljönnek a szürke hétköznapok. Elmúlik az ünnep, elmennek azok, akik ma egybegyűltek a családi örömünnepre, szeretetük és tiszteletük jelölt adtak. Jönnek a szürke hétköznapok, amikor problémákat kell megoldani. Ekkor is mindig nekünk családi hangulatot kell teremtenetek. Amikor majd a mai lángoló szerelmetek elmúlik és átváltozik szeretetté, akkor is legyen erőtök együtt küzdeni a holnapért, a közös problémák megoldásáért. Legyetek becsületes dolgozók. Miközben saját boldogságotok alapjainak megteremtésén dolgoztok, ne felejtsétek el azt, hogy ezen a világon szeretne minden ember boldog lenni, szeretne gondtalanul élni. Valamennyi becsületes ember kötelessége, miközben saját boldogságáért dolgozik, a másokért is tegyen valamit. Ez csak annyi, hogy szeressétek a munkát, mindig becsülettel álljatok fel a munkahelyeteken, családotok és valamennyi ember boldogsága érdekében. Ha majd évek múltán saját gyermeketeket kísérítek valamelyik házasságkötőterembe, kicsi őszülőhajjal, barátszált hullókkal, ugyanilyen szeretettel üljetek majd akkor is egymás mellett, és egyértelműen állapítsátok meg, hogy érdemes volt. Ezeket a gondolatokat szeretetből mondtam, ezeket nektek többet elmondani nem fogja senki. Jegyezzétek meg jól, és
és fogadjátok el ide valót. Azt kívánom nektek, hogy váljanak valóra, teljesedjenek be, házasságkötésetekhez küldött összes elképzeléseitek, és jöjjetek egymás mellett boldogan, egy hosszú életen át. Engedjétek meg, hogy elsőnek én gratuláljak, és átadjam az emléklapot, amely a mai napra fog emlékeztetni. A fékjú pár majd a templom után kérje a gratulációit. Thank you.
parancsolt nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Miközben Rákvél húzódozott, és a kérőknek semmiféle választ nem adott, így szólt hozzá a lányodat. Ne töprenj, add hozzá lányodat, fejtve, hogy ennek az Isten kérő embernek a házastársa legyen. Ezért nem is lehetett ő másért. Rákvél így válaszolt, nem kételkedett abban, hogy Isten kegyesen fogadja könyörgésemet és könyvulatásomat. Meg vagyok győződve, azért küldött titeket hozzám, hogy lányom vallásunk törvényeit szemében meghidegenhez kerüljön. Aki ősatyánkkal szövetségre lépett, ő kösönözte benneteket és áraszt a bőséges áldását rátok. Majd írólapot vett elő, és elkészítették a házasság levelet. Azután lakomához ültek, és áldották az Isten. Ez az Isten ígérje. És az egyházi rend, amiben én részesültem, 45 évvel ezelőtt, vagy igen, akkor ezek láthatatlan ilyen bélyeget hagynak az ember lelkén. A házasságkötéskor ilyesmi nem történik, de mégis valami különleges, valami történik a házas felek lelkében. És ez a különlegesség a szeretet készít. Egy titok az, hogy ők ketten lesznek, de mégis egy lesz. Öreg néni is, akinek a férje már 60 éve meghalt, mindig mondta a szentmisét a férje lelkűzőjére. Hát a fiatalok azt mondják, hát hogyan az öreg néni, hát nem tudja elfelejteni. Nem találsz másikat, akivel házasságra léphetett volna. Kedves testvérek, titok el. Akit összekötötte, az nem tudja elfelejteni, ha igazán szeretetben is egymásért így vettek. Azután öregkorban is előfordul,
gyötrődtek, feszekedtek, el akartak válni. Gyerekkorukban szinte egymáshoz lapulnak, egymás dédelgetik, mert annyira érzik, hogy egymásra szükségük van. Megérdeztem, hogy mit szeret rajta, vagy miért szeretett nekünkben. Tehát annyit szeret ez olyan titokzatos valami. És az áldásban azt kérje, hogy maradjatok meg békében, fent akaratban éljetek, és kölcsönös szeretetben. A kölcsönös szeretet az a lényeg. Mert ha csak az egyik szereti a másikat, az kevés. Ott már hamarosan bajok jönnek. Azután a szeretet töréke. Annyit jelent, hogy hamar sebezhető, és hamar esetleg elmúlt pillanat, amikor ünnepélyesen nyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással a kezet, jobb kézzel, és én meggondolod kezeteket ábrázolni szólával, annak jelül, hogy a házasságot az Isten előtt felbonthatatlan lesz. Attila, nyilatkozz el az Isten és az Anya Szentékát színe előtt. Akarod a jelenlevőket innál feleségül lenni? Akarom. Mondd tehát utána, Edina. Edina. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Edina, nyilatkozz el az Isten és az Anya Szentékát színe előtt. Akarja a jelenlevő Attilához feleségül lenni? Akarom. Mondd tehát utána. Attila. Isten szent színe előtt, feleségül megyek hozzá. A most megkötött házasságokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ti pedig testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanulni a Szentlélek szövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan, amit Isten egyszerkötött ember tétnek választott. Megosztom itt az imént egymásnak ígértetek. Tegyétek újatokat a feszületre, és mondjátok utána az eső szavait. Akit a tétnek jön. Kedem. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Nagyasszonyunk a boldogságot, Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságot, Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy a jelenlevő Edinát szeretem. A jelenlevő Edinát szeretetből vettem feleségül. Szeretetből vettem feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És hogy őt el nem hagyom. És hogy őt el nem hagyom. Holtamiglan, holtáiglan. Holtamiglan, holtáiglan. Semmiféle bajában. Semmiféle bajában. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen, nagyasszonyunk a boldogságot, Szűz Mária, és Istennek minden szentjei, hogy a jelenlevő Attilát szeretem, szeretetből megyek hozzá feleségül, Isten rendelése szerint, az Anya Szent Egyház törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom, holtamiglan, holtáiglan, semmiféle bajában, Isten engem úgy segíjön. Ezeket a gyűrűket a kölcsönös szeretet és a hűség jelül most, amit egymás ujjára húztok. Edina, viseld ezt a gyűrűt, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül, szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú, Fiú és a Szentlélek nevében. Szentlélek nevében. Attila, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú és a Szent
egymás iránti áldozatot szeretet. Azt tudom, hogy tiszta égzen takaratodat és születendő gyermekeideket áldásod is fogadják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg, Urunk, a házasságra készülő minden készülőket, minden könnyelműségtől, és adj nekik szent komolyságot és sok tiszta örömet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adjunk minden családnak emberhez méltó hajlékot, és adj meg mindazt, ami boldogulásukat szükséges. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adjunk a keresztény családoknak hitet, hűséget és szeretetet, hogy mindig székében éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk világkormányzója, családok oltalmazója, áld meg ezt az újházas párt, hogy mind halálig hűségesek maradjanak hittestársi és szülői hivatásunkhoz, Krisztus, a Jézus által. Amen. Nehogy elém jöjjek, kísérlek, nehogy elém jöjjek.
Tessék eljönni rálam előlem.
Tessék kijönni a ranyzomért. Thank you.
figyelmet kérnék! Az Attila tolmácsolásában az ifjú pár szót szeretne szólni a kedves mindnyájunknak. Kedves vendégeink! Vendégeink! Ezennel nagyon nagy örömmel megköszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat erre a vacsorára. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenhez, és nagyon jó szórakozást! Köszönjük! Csak minden végén, hogy a
sarokban, akkor tudom, hogy miért ültél sarokban. Én is kaptam, én is kaptam. Egészségügy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Attila, neked felém! Thank you.
Thank you.
ez egy tipikus szigetek megszokás. Meg egyszerűen nézzük most. Mindenki elfogadni egy kultát, mindenki elfogadni egy kultát, mindenki elfogadni egy kultát, mindenki elfogadni egy Thank you.
Now,